A város egyik legaktívabb, de minden bizonnyal a legnagyobb létszámú egyesülete, a tolnai nagycsaládosok igazán mozgalmas évet tudhatnak a hátuk mögött. A gyerekprogramjaikról ismert közösség tagjai igazán kitettek magukért 2019-ben. Minden olyan programot, nagy programot, illetve kisebb programokat is, illetve az országos egyesület által szervezett programokat is végre tudtuk hajtani, amit szerettünk volna. Vannak hagyományos programjaink, ilyen például a születésnapunk ünneplése januárban, amikor a tagtársunk Széles Bandi egy hatalmas tortát süt, és megünnepeljük azt, hogy tavaly, hogy 22 évesek voltunk, az idén januárban már 23 évesek voltunk, aztán összeállítjuk az éves munkatervünket, és ennek alapján dolgozunk minden évben. Épp farsangi időszak van, a nagycsaládosok pedig természetesen minden évben alaposan meg is ünneplik a bőjt előtti utolsó napokat. Így volt ez 2019-ben, és így lesz 2020-ban is. Itt az idén újítani szeretnénk, annyiban, hogy nem este tartanánk a gyerekek miatt, hanem megpróbáljuk délután, tehát este felé fél hatkor kezdeni, és egy 10 óráig, hogy a kisebb gyerekek is részt tudjanak venni, illetve a tombola sorsoláson ott tudjanak maradni. Meglátjuk. Ha beválik ez, akkor így fogjuk folytatni a következő években is. Aztán csatlakoztunk, illetve az idén is csatlakoznánk a Teszed a szemét, tehát a hulladékgyűjtési akcióhoz. Ezzel szeretnénk hozzájárulni Tolnaváros tisztábbá tételéhez. Tavaly is megtörtént, az előző években is, tehát ezt minden évben megtesszük. Májusi programunkból nem maradhat ki a gyereknap, mi úgy nevezzük, hogy családi nap, ugye, mert mi mindig családban gondolkodunk, és ezt mi azért tartjuk előbb, mint a gyermeknap, mert akkor megye szinten olyan nagy programok vannak, amihez mi úgymond kicsik vagyunk, tehát nem tudunk mi olyan programokat szervezni, és mi ezt előbb szervezzük magunknak, így a családok el tudnak menni a nagy rendezvényekre is, amik a megyében zajlanak. 19-ben ezt a Dunaparton tartottuk, hát gyönyörű környezetbe, nagyon-nagyon jól sikerült, rendőrségi bemutató volt. Sétakocsikáztunk, lovaskocsikáztunk, nagyon finom ebédet főzött Lassi és csapata, tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat. A nyári programokat illetően a tavalyi év változást hozott. A nagycsaládosok ugyanis az évek óta megtartott kenutúra helyett tavaly kerékpározni indultak, mégpedig körbe a Balatont megkerülve. Nagyon jól érezték magukat, nagyon jó idő volt, tehát tényleg egy ilyen nagyon jól sikerült csapat összekovácsoló rendezvényén nőtte ki magát ez az összejövetelünk. A kerékpár túra pedig olyannyira jól sikerült, hogy idén is terben van egy hasonló program, sőt 2020-ban még dupláznak is a nagycsaládosok, már ami a nyári élményeket illeti. Tavaly évben ugye az egy kicsit nagy falat volt, bár szerintem nagyon tetszett mindenkinek, meg hát ugye meg is csináltuk fiatalok, idősebbek is. És hát most úgy tervezte a Bandi, főleg a Széles, a főszervező, hogy térjük vissza a kenuzáshoz. És akkor most, hogy össze lesz kötve kellemes a hasznossal, tehát megmarad a biciklizés is, úgy néz ki, meg lesz egy kis kenutúra is. Úgy tervezzük, hogy körbe levezzük a Velencei tavat, plusz ugye, mivel az nem olyan nagy falat, mint a Balaton, még belefér egy ilyen biciklizés is, tehát most lesz együtt egy bicajtúra is, meg egy kenutúra is. Az őszi hónapok sem telnek esemény nélkül. Októberben a városi megemlékezésen vesznek részt hagyományosan a tolnai nagycsaládosok, majd novemberben már kezdenek készülni az egyre közeledő adventi hetekre. A minden évben megrendezett Mikulás ünnepség ugyanis az ő legnagyobb ünnepük. Több mint 100, nem tudom, 3 azt hiszem csomagot osztott ki a nagy szakállú, illetve jó pár éve már hagyományt teremtettünk abban is, hogy az első osztályos gyerekeket ekkor köszöntjük, tehát a Mikulás egy kis ajándékcsomagot ad át nekik, hogy el ne felejtsék, hogy iskolások, tehát hogy első osztályba léptek. És akkor kezdődik az új évnek a tervezése. Most már ugye februárban leszünk nem sokára, tehát jön a farsangi bálunk, arra készülünk gőzerővel, aztán közgyűlésünk lesz február első csütörtökén, tehát már arra is megkezdtik az előkészületeket, összeállítottuk a programjainkat. Általában a hagyományos, tehát a már megszokott programjainkat fogjuk a 2020-as évben is megvalósítani, hát bízunk benne, hogy mindegyik sikerül, illetve egy-két új dolgot tettünk bele,
megpróbáljuk. Ha megy a dolog, akkor majd kiszélesítjük. Ha úgy döntöttünk, hogy nincs olyan sikere, mint amit várnánk, akkor pedig jegeljük majd, de próbálkozunk mindig valami újat. És ha már szóba került az idei első közgyűlés, akkor érdemes arról is szólni néhány szót, hogy nem titok, a nagycsaládosoknál napirenden lesz a tisztújítás. Szeretnénk fiatalítani, bízunk benne, hogy ez a közgyűlés, tehát most már realizálja ezeket a dolgokat, és sikerül majd egy kis, úgymond új vért, tehát fiatalítást vinni a szervezetbe. A mostani vezetőségünknek az önben már 23 éve vezetőségi tag, 23 éve dolgozunk együtt, dolgozunk a családjainkért, és már szeretnénk, hogyha a fiatalabbak is bekapcsolódnának, hogy az ő szája ízlésük szerint legyenek a programok, illetve hát hiába, mi is másképp gondolkodunk, meg a fiatalabb korosztály is, és most úgy néz ki, hogy eljön az idő, tehát a közülésen, hogy sikerül új vezetőséget választani, illetve a régiek közül is maradnak, de megpróbálunk fiatalítani. A tolnai nagycsaládosok attól igazán különleges és értékes közösség, hogy a szórakozás mellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ahol csak tudják, támogassák, segítsék egymást. És ebben bizony a támogatóik is jelentős szerepet vállalnak. Több alkalommal volt szerencsénk adományt kapni. Itt akár gondolhatunk a levesporokra, a mosogatógép tablettára, a jégkrémekre, tehát durván minden második, harmadik hónapban tudtunk adományt osztani a tagjainknak. Szeptemberben ugye az iskolakezdés ez minden családnak azért elég nagy problémát okoz, ebben szoktunk segíteni különböző adományoknak az osztásával, azoknak a családoknak, akiknek erre szüksége van. Nagy része az egyesületnek 23 éve tag. Tehát azok a közös megmozdulásaink, azok a közös munkáink, mi nagyon sokat segítettünk olyan, nem csak tagtársainknak, hanem olyan embereknek tolnán itt építkezéstől kezdve házfelújításig, fürdőszoba csinálásig, költöztetésig. Tehát nekünk nem volt gond az, amikor jött egy telefon, hogy itt kéne segíteni, vagy ide kéne menni. És ez annyira összekovácsolt bennünket, hogy ez most már teljesen tényleg természetessé vált, és ezt szeretnénk átültetni mi a fiatalabb korosztályba is, hogy rengeteg emlékünk van, tehát közös emlékünk, hogy ők is úgymond éljék meg a mindennapjaikat, a programokat, szervezzenek olyat, ami nekik tetszik, mert itt mi döntjük el, hogy mit. Hát mi, meg a pénztárcánk, de szoktam mondani, hogy lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Tehát mi például nagyon-nagyon hosszú éveken át szerettük volna azt, állandó vágyunk volt az, hogy eljussunk Erdélybe. És sikerült, tehát amikor 20 évesek voltunk abban az évben egy busszal, sikerült kijutnunk Erdélybe, és az se kizárt, hogy lehet, hogy majd a 25 évesen is kitűzünk egy ilyen célt. Egy évvel előtte már elkezdtünk rá spórolni, tehát részletbe fizettük, hogy ne legyen olyan sok. Tehát én azt mondom, hogy ha egy jó célt kitűz az ember mag elé, és teljes erőbedobással azon van, hogy ez meglegyen, akkor az sikerülni fog.